Jó napot kívánok, és én is tényleg nagyon örülök, hogy ilyen sok már ismert, ismerős arccal, hiszen május végén egyszer még a projekt első indító, a tervező fázisában már találkoztunk polgármesterekkel, szakemberekkel, és tényleg nagy örömömre szolgál, hogy az összes érintett, vagy legalábbis nagy részük, hiszen többen kint a terepen várnak majd minket, és hát, hogy a diákok is itt vannak, erre majd egy picit vissza is térnék a végén. Én néhány hónappal ezelőtt is elmondtam, hogy a gyerekesély programjaink a felzárkózás politika sajátos zászlós hajóját jelentik, hiszen alapos felülvizsgálat és átdolgozás után, de 2010-ben folytatódni tudott az a kezdeményezés, amely visszanyúlik még valahova 2007 környékére, a Legyen jobb a gyermekeknek kezdeményezés, illetve bizottság létrehozásával, amelynek éppen tegnap volt egyébként egy bizottsági ülése, ahol áttekintettük az elért eredményeket, többek között Vecsei Miklós, aki sok ilyen projektben partner tartott beszámolót éppen a gyerekesély programok állásáról és sikereiről. Szóval folyik egy olyan munka 2010 óta, 11 óta, 2,5-3 éve, amely a rendelkezésre álló eszközöket és lehetőségeket egy olyan csokorba, egy olyan hálóba szűtte, amelyre 2010 előtt nem nagyon volt példa. Sok-sok jó kezdeményezés volt, sok-sok elszigetelt kezdeményezés volt. Mi az egyik legfontosabb feladatunknak éppen azt tekintjük az elmúlt 2,5 évre visszamenőleg, illetve az előttünk álló időszakban is, hogy ezeket a jó gyakorlatokat, ezeket a jó példákat szépen alaposan átvizsgálva, a jól működő részeit megtartva, a rosszul működőket félretéve, olyan kezdeményezéseknek adjunk helyet és terepet, amelyek érdemben tudnak segíteni azokon, akiket céloznak, valóban eljutatják a forrásokat és a szaktudást azokhoz, akik rászorulnak erre, és a végén mindezt úgy tudják hasznosítani, hogy nem pusztán a pénz elköltésével, a pénz eljuttatásával tesznek jót, hanem azzal a módszertannal is, amelyet közben kialakítanak. Nagyon érdekes a gyerekesély programok, hiszen most is több mint 50 ilyen programunk fut, és tekintettel arra, hogy még némi extra forrás sikerült kipréselni a rendszerből, van reményünk rá, hogy újabbakat tudunk indítani. Szóval nagyon érdekes, hogy minden egyes gyerekesély programunk miközben egyfajta standardot követ, mégis más. Helyről helyre, járásról járásra, kistérségről kistérségre igyekszik igazodni az ott élők szükségleteihez, azokhoz a követelményekhez, amelyek ott a települések, az ott lévő intézmények részéről megjelennek, és azt gondolom, hogy ez a típusú rugalmassága a másik nagy erőssége a programnak azon kívül, hogy létezik. Ez a rugalmasság számunkra azt jelenti, hogy a lehető leghatékonyabban jutunk el oda, ahová el kell jutni, másrészt pedig egy folyamatos módszertani fejlődést jelent, hiszen ebben a programban, ezekben a programokban és ebben a tennivalóban nem nagyon lehet megállni. Terveink szerint 2014 és 20 között a következő tervezési, illetve most már lassan költési ciklusban is folytatódnak ezek a programok. A tapasztalataink éppen arra mutatnak, hogy a 2-3 éves, illetve bizonyos esetekben most már csak másfél éves kifutást illetően változtatnunk kell, és 3-4, sőt 4-5 éves programokat igyekszünk indítani. Én azt látom, illetve arról tudok beszámolni önöknek, többek már meg is kaphatták egyébként az úgynevezett 3.0-as verzióját az EFOP-nak, tehát az Emberi Erőforrás Operatív Programnak, hogy a felzárkózás politikai eszközök ezen belül a gyerekesély programok jól állnak, arányait, illetve az összegszerűséget tekintve is jól állnak, és minden reményünk és minden bizalmunk megvan arra, hogy tudjuk folytatni ezeket a programokat. Ezáltal folytatjuk azt a hálózatépítést, amely még egyszer talán a legfontosabb újdonsága és eredménye az elmúlt 3 évnek, illetve folytatjuk azt a módszertani fejlődést, amelyet mi rendkívül szigorúan ellenőrzünk is. Itt egy tapasztalt csapat kezdte el a munkát, illetve folytatta a munkát, ha mondhatom, hiszen korábbi Európai Uniós újszécsényi terves pályázatokban edzett csapat vette itt a vállára ezeket a terheket. Én gratulálok nekik, mert ahogy hallom az a visszhang, hogy jól előkészített projekt van, mindjárt kínadjunk majd a terepre is, megnézzük az egyébként már még eredeti állapotában is látott épületeket, illetve kezdeményezéseket. De mindenkit arra sarkalok, hogy szívvel, lélekkel folytassa a munkát, mi ott vagyunk mindenki mögött, segítünk, és azokat a tapasztalatokat pedig rendkívül szorosan próbáljuk beépíteni abba a felzárkózási stratégiába, amelynek a frissített, ha úgy tetszik, 2.0-as verziója hamarosan elkészül. Minden szempontból hasznosítva azokat a tapasztalatokat, pozitív és negatív tapasztalatokat, amelyek az önök munkája révén minket ér. Azt is mondhatnám, az önök munkája nélkülözhetetlen ahhoz, hogy mi jól tudjunk dolgozni, és utána önök is tudják folytatni a munkájukat. Ehhez kívánok sok erőt és egészséget, és köszönöm szépen!